Bánhegyesi Lilinek, a karcagi nagykun református általános iskola diákjának a sport a mindene. Erről beszélgettünk vele. És hogy ez mennyire igaz, jól mutatja, hogy 7,5 éve kézilabdázik. 6 évig Balogh Zoltán irányításával Karcagon, azóta Debrecenben. 7,5 éve kézilabdázom, Karcagon kezdtem, ott 6 évet, és már 1,5 évet pedig Debrecenbe folytatom. Mi vonzott ehhez a sportákhoz? Hát nagyon sokat köszönhettem a karcagi edzőmnek, mivel ő segített abba, hogy elkezdjek kézilabdázni. Említsük meg akkor, hogy ki ő? Balogh Zoltán. És hát igazából megtetszett már elsőre, és nagyon tetszett. Irányítóként játszik, de igazi csapatjátékos. Hát én irányító vagyok, és legfőképpen a csapatjáték tetszett meg, hogy csapatba játszhatok. És hát itt azért logika is kell, egy kicsit ugye előre kell járni az ellenfelek előtt. Így van. Meg hát az irányítónak sok szerepe van a pályán, de én úgy gondolom, hogy a csapatjáték a legfontosabb itt. És egyébként akkor térjünk vissza egy picit a sulira. A suliban is irányító vagy, tehát jól tanulsz? Hát jól tanulok. Lehetne egy kicsit jobban is, de... Ezt most akkor megfogadod? Így van. Szeretnék ezen javítani, remélem, hogy sikerülni is fog. Mi a mumus tantárgy? Hát mindenféleképpen most a biológia. Az iskolában évvégére javítani szeretne, most a biológia mumus számára. Debrecenben heti 3 edzése van. A csapat hamar befogadta, összeszokott, jó játszó társaság, a sportiskola csapata. A meccseken is jól helytállnak. Heti 5 edzésem van, és abból, ha tehetem, akkor 3-ra átjárok mindig. Mit kell tudni a debreceni csapatról, szakosztályról? Hát igazából a csapat, mint csapat, nagyon összeszokott és jól játszik. Ez ugye egy sportiskola, egy sportcentrum sportiskola, és hát a csapat összességében nagyon jó, szóval... Hát akkor ezek szerint befogadtak téged is. Így van, és hála Istennek a meccseken is jól helytállunk. Lili számára a kikapcsolódást a barátnőivel való találkozás jelenti. Ha nincs meccs hétvégén, csajos programokat szerveznek. Ha nincsen hétvégén meccsem, akkor próbálok mindig a barátnőimmel lenni, és az esküli időben is próbálunk találkozgatni, ha lehet erre lehetőség. Mi az a csajos program, amit így a barátnőkkel közösen csináltok ilyenkor? Hát igazából legfőképpen egymáshoz megyünk át, és ott akár filmet nézünk, vagy ilyenek. Amíg lehet, kézizik, de a sportvonalban képzeli el a jövőjét is, edzőként. 8. után Karcagon maradt középiskolás, és innen jár továbbra is a debreceni edzésekre. Szeretnék a sportvonalban is egy edző pályán menni. Hát akkor ezek szerint 8. után ilyen vonalra mész középiskolába? Hát igazából itt maradok a református gimibe, de a kézilabdát azt mindenféleképpen folytatni szeretném. És akkor, ahogy mondtad, utána pedig edző. Mondjuk, ha kapusnak kéne lenni, arra alkalmas lennél? Hát igazából nem tudom, de ezen nem is gondolkoztam, mert szeretek irányító lenni. Jó vagyok talán abban is, hogy megteremtem a helyzeteket másoknak, és igazából ezáltal...